Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Hűség a hazához. Dr. Sípos István. Számomra nincs magasabb rendű tisztség a református lelkipásztori hivatásnál, ahol az enyéim között vagyok. Nekik szolgálok, együtt sírok és nevetek velük. Nyilatkozta közel a 90-hez Dr. Sípos István. Pedig ott hevert előtte Amerika, a karrier, de ő a szülőföldjét választotta. 1907-ben Szentesen született egy olyan szegény családban, ahol a ház kilincse csutkából volt. Már 5 évesen a kubikus talicska elején a karikába fűzött kötélhámot húzva segített apjának. Gimnazistaként a cserkészekkel Rómában járt. Az audencián a pápa megkérdezte tőlük, hogy kik és honnan jöttek. A küldöttség megilletődött tagjai közül egyedül neki volt mersze felelni. Mégpedig latinul, ami aztán Szentesen igazi szenzáció lett. Végzett teológusként elnyerte az amerikai Princeton Egyetem ösztöndíját. Ott első európaiként megszerezte a teológiai és bölcsészkar legmagasabb szintű diplomáit. Hiába marasztalták professzori állással. Hazavágyott, hazatért. Itthon feleségül vette diákkori szerelmét Kádár Máriát, akivel mind halálig együtt maradtak. 6 gyermekük közül az 5 fiú követte a hivatásban. 1942-ben a kisújszállási gyülekezet meghívására ott hagyva a fővárost lelkipásztor lett. A német, majd a szovjet megszállás alatt mentette a menthetőt. A kommunista évtizedek alatt félholtra verték, börtönbe vetették, internálták, de hite átsegítette minden nehézségen. Dr. Sípos István lelkész, 90 esztendősen, boldogan tért meg teremtőjéhez. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.